2014 év végén 18 embert alakítottak át teljesen, emlékezett a nyíregyházi kiállítás megnyitón a Harcosok című projekt egyik megálmodója Mikitovics Nóra. Az volt a cél, hogy azok, akik vállalták arcukat és harcukat a rákkal kapcsolatosan, szépségükben tündököljenek, ezért fodrászmester, profi sminkes, parókás és jelmezes, valamint egy fotográfus is segített a teljes átalakításban. Ami egy hatalmas ereje a kiállításnak, hogy olyan harcosokat láthatunk rajta, akik már megküzdöttek a rákkal, meggyógyultak, és ezzel is adnak ők igazából erőt, energiát azoknak a betegeknek, sorstársaknak, akik mondjuk most szembesültek egy rossz eredménnyel, és meg tudják mutatni nekik azt, hogy igen, mi meggyógyultunk, meg lehet gyógyulni. Az átalakított és fotózott emberek között akadt fiatal, akadt idősebb is, de mindannyian erős hittel álltak a rákkal szemben. Én ezt az átváltoztatást vállaltam azért, hogy ezzel segítsünk a sorstársainknak, akár a humor gyógyító erejével is, mosolycsalva az arcukra erősítsük meg bennük a reményt, hogy van remény a gyógyulásra, és van esély optimizmussal, könnyebb, sokkal könnyebb átvészelni a nehézségeket. A tárlat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház onkológiai tömbjének mélyföldszintjén látható.